Üdvözlök mindenkit a Szent Kalamon Országáit Alapítványnak a rendezvényén, és hát először is el kell mondjam, hogy a Szent Kalamon Országáit Alapítványnak van egy szabad egyeteme, aminek a pedagógus képzését akkreditálták, tehát ugye 120 pontot kell szerezni 7 évente, és ezt nálunk meg lehet szerezni olyan előadókkal, mint többet között a Csaba is, de Bakai Kornél, majd Hidány Csabát még külön bemutatom, Bakai Kornél, akkor András Falvi Bertalan, akkor van egy egészségszakunk, az Őri Ajándok viszi, akkor van egy, miután a pedagógusoknak most már meg kell tudni védeni önmagukat, van egy harcművészet szakunk is, ez a Zsolnai Gábor viszi, és akkor a jogtörténet, meg a vallási hagyományai, az hozzám tartozik. És egyébként ennek az egyetemnek van egy magyar művetség nevezetű tanszínűzése is, hogy úgy mondjam, és oda még oda bármikor lehet jelentkezni, ott is hasonló előadók vannak. Ott a Csaba állandóan van, mint előadó. Úgyhogy mindenki szeretettel várni. A másik az, hogy a Szent Kalamon délutánok, amik most már ugye több mint egy éve, minden hónapban egyszer van ilyen találkozó, ahol együtt tudunk lenni, és ahol az előadókat én hívom meg. Most a következő alkalom az május 16-án, ezt már most mondom. És a témáját is elmondom, a nagy csatáink, tehát olyan csaták, az előadókat is elmondom, mert akkor is lesz a Csaba, hiszen ő kiváló történész és régész, úgyhogy a Károly Gáspár Egyetemen oktat, úgyhogy akkor is lesz a Csaba, lesz a Kosaras Péter Ákos, akkor lesz a Foltán László olimpiai bajnokunk, mert ugye azért az nem, az is egy csata, csak most már sajnos a sport sem az, de ez egy másik dolog, de az ő idejében még az volt, és jó magam. Tehát arra is szeretettel várok mindenkit, tehát május 16 a következő alkalom, akkor egyébként kis teremben leszünk fönn az emeleten. A harmadik, amit szeretnénk elmondani, és ne vegyék senki sem kötekedésnek, ez ki? Jaj, bocs, nálunk, de akkor ez lett le. Elnézést. Nem, mert a helyzet az, hogy előfordult velem, hogy csináltunk ilyen rendezvényt, mert ugye ez a rendezvény ingyenes, de sosincs sem minden. Ezt el kell, hogy mondjam, ezt az alapítványon az 1%-ból, amit föl szoktak ajánlni, abból fedezi, most múlt évben azt hiszem 671.000 forint jött össze, hát ezt bőven el szoktuk költeni azért, mert van a két ünnep között is, nagykarácsony és kiskarácsony között, a Szent Kalamon konferencia, és jövőre is, vagy most ebben az évben is lesz. Ugye az már valami 16. alkalommal mindig tömeg van, nem, talán az időpont is jó, de akkor nem szoktuk vásározni, mert ugye akkor Krisztus előtt nem veszünk el semmit. Ugye hát nagykarácsony az Krisztusnak a születése, kiskarácsony ugye annak a nyolcada, tulajdonképpen az új év, ugye, és akkor nincsen vásározás. Most úgy gondoltam, hogy a feltámadás 40 napjával, ugye a feltámadás után 40 napig itt van velünk a megváltó. Hát ilyenkor van örömre, és ilyenkor na akkor vásározzunk, legyen. Mert mindig jöttek a nyakam, hogy szeretnének vásározni. Hát mondom, jó, akkor most tényleg olyan, hogy ajándékként, akkor itt van is ez a Grál, eléggé jó téma. Azt mindenkinek mondom már most egyből, hogy aki olyan előadásokat akar hallgatni, mint a Dan Brown féle Da Vinci Code, az inkább jobb, hogyha hazamegy. Tényleg komolyan mondom, nincs értelme itt maradni, mert nem ezt fogják kapni, úgyhogy ezt már itt el kell mondjam. És akkor azt hiszem, annyi magyarázat, amit tartozom, hogy megkérdeztem, hogy ki a felvevő, hogy ez nem szabad. Tudnék velünk előfordult, hogy bejöttek emberek, és akkor nagyben a Szent Kalamon konferencián volt, és fölvették az előadást, és utána egy bizonyos internetes tévén leadták, és azt írták oda, hogy saját produkció. Tehát akkor megegyeztünk abban, hogy semmilyen felvétel itt csak egyedül egy készület, amit mi készítünk. Tehát ami hozzánk tartozik, úgyhogy elnézést kérek ezért, ne haragudj. De tényleg úgy van, hogy akkor, ha meg veled kivételt teszek, akkor kivételt, akkor hogy néz meg ki? Úgyhogy, és elnézést, tényleg, mert ez megtörtént, nem vicc, és akkor megbeszéltük. Sőt, velem az történt egyszer meg, hogy egy folyóiratban valaki megjelentett az én fényképeimvel, hogy mi megcsináltuk a jurtát, tartunk előadásokat, és láttam saját magamat idegen nézve. Na, jó, szóval ennyi megértést kérek, és tényleg azt vegyük figyelembe, hogy itt lelkes embereknek a munkájáról van szó, és hogyha valami nem tetszik, akkor úgy adjuk annak a hangot, hogy ne fájjon az, akik szervezik ezeket az eseményeket.
Köszönöm szépen, és akkor a dr. Hidány Csabának, aki, mint mondtam, a Károly és a Gáspár Egyetem oktatója, de fontosabb, hogy a Szentpola Szabad Egyetemnek is az oktatója, úgyhogy átadnám a szót, hogy a felületeset tartsa meg. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és én is tisztelettel köszöntök mindenkit. A 11. századi őskrónika, ami a budai krónikában maradt meg, elbeszéli a fehér ló legendáját, és abban olvasható a következő mondat. Árpád övéitől körülvéve ivókürtjét megtöltötte a Duna vizéből, és az összes magyar előtt a kürtre a mindenható Isten kegyelmét kérte, hogy az Úr azt a földet engedje át nekik örökre. A jelen előadás ugye kartkultusz és kehelykultusz a sztyeppei nomád népekről, népeknél, és azért ezt az idézetet emeltem ki, mert ugye az ivókürtjét megtöltötte a Duna vizéből, és az összes magyar előtt a kürtre a mindenható Isten kegyelmét kérte. Nem csak azonban írott forrásokban, elbeszélő forrásokban, gesztákban, krónikákban, esetleg követjárásokról való beszámolókban olvashatunk a sztyeppei nomádoknál ivókürtről, ivócsanakról, kehelyről, csészéről, de nagyon sok ábrázoláson is látható ez. Krisztus után a 6. és 8. század között a türk kőszobrokon, belső Ázsiától Kelet-Európáig húzódnak, valamint 12-13. Századi kunok által, főleg Kelet-Európában emelt kőszobrokon, szinte minden esetben a szobor, akár férfi, akár nő, kejhet, csanakot, csészét, ivókürtöt tart a kezében. Ugyanúgy a szkíták által, nem csak a szkíták által készített kejheket, csanakokat, ivókürtöket csodálhatjuk meg különböző múzeumokban, de nagyon sok ábrázoláson, domborított fémlemezen, öntött fémlemezen, vagy kis plasztikán szkítákat láthatunk ivókürttel, kehellyel. Tehát az írott forrásokat megerősítik a régészeti források és a képzőművészeti források. Azzal a kitétellel, hogy más elnevezése is lehet, elhoztam, hiszen én mindent általában, amiről beszélek, kipróbálom a gyakorlatban, azért van nálam most kard is, meg csanak is, meg kés is, meg tarsó is. Azzal a kitétellel, hogy nem biztos, hogy minden esetben ez a pontos elnevezés, vagy koronként változott, először is felmutatom a tárgyakat, hogy ivókürt, csanak, csésze, kehely, stb. Ez ivókürt. Az ivókürt, amit a jobb kezembe tartok, szürke marha szarujából készült, és ezüst szájlemeze és zárólemeze van. Tehát amikor ivott, akkor közvetlenül az ajka az ezüstöt érintette. Az ivókürt azonban készülhet teljesen fémből is. Főleg avaroknál és szkítáknál ismerünk ezüstből és aranyból készült ivókürtöket, amelyek lehetnek ívesek, de egy picit szögben is megtörhet. Tehát ez az ivókürt. Csanak. Lapos, csészeszerű ivóedény, ez a kétpói, honfoglaláskori ivócsanaknak a másolata. Vagy nincsen alja, és nagyon lapos, vagy pedig egy pici pereme van, ez egy bezekliki ivócsanaknak a másolata. Ez ezüst, ez bronz, tehát csanak. Arról vita van, hogy most lehet füle, vagy nem lehet füle. Egyesek csak azt tartják csanaknak, aminek nincs füle, mások azt mondják, hogy ez már csésze. Lényeg az, hogy a csanaknak általában a lapos, fémből készült, vagy fából készült ivóedényeket nevezzük. Ugyanez készülhet fából. Szintén egy ivócsanak, jellegzetes cseppi nomás stílusban készült, ez fából van. Csésze. Általában, hogyha hosszabb, és füle van, akár új támaszos füle, több ujjal, egy ujjal megfoghatjuk, és fent a hüvelykujjal ráfoghatunk. Ez is előfordul sztyeppei nomádoknál, ez egy ezüst csésze. Pohár. Talán azt nevezem pohárnak, de mondom, lehet más elnevezés is, aminek nincs füle, viszont maga az ivóedény henger alakú, hengertestű, amire így marokkal lehet ráfogni. Egy szkíta másolat.
a szkíta eredetének a rész másolata. És a végén a kehely, fából készült kehely, aminek talpa, széles talpa van, általában egy csomóval meghosszabbított nyaka, markolata, és fent egy nem lapos, nem negyedgömb vagy félgömb alakú, de kissé hengeresen megmagasodó, kiszélesedő pelenű ívó edény a kehely. Mindezeket és ezeknek a helyi változatai, helyi formáit sztyeppi nomádoknál megtaláljuk a korai szkíta időktől kezdve egészen a késői nomádokig. Kubilájról például feljegyzi egy nála járt európai utazó, hogy az övén két ivókürtöt hordott, egyet ezüstből, egyet pedig aranyból. Hogyha azonban megnézzünk még néhány írott forrást, ami a magyarokról szól, hogy milyen jelentőséget tulajdonítottak az ivócsanaknak, ivókehelynek, kürtnek. Anonymusnál olvashatjuk, és azért hangsúlyozom, hogy ez a honfoglalás korára nem hiteles, nem reális forrás, hiszen egyrészt több száz évvel később írta, és maga a műfa is geszta. Viszont a saját koráról, a mindennapi életről hiteles információkat szolgáltat nekünk, tehát nála olvashatjuk, hogy Álmos vezér megválasztása közakarattal történt, az Sztyeppén ezt teljesen elfogadott, saját vérét minden vezér egy edénybe csorgatta, és esküjét ezzel szentesítette. Valójában a vérszerződést írja le evel, ugye vérüket egy edénybe csorgatták, és avval szentesítették az esküt. A vérszerződés megint a sztyeppi nomádoknál általánosan bevett gyakorlat volt, vagy ha valaki testvéré fogadta egy barátját, tehát szintén egy reális tudósítás a nomádokról. Kézai Simon megismétli írásában 1283-ban az őskrónika tudósítását, amit mondtam, a budai krónikában maradt meg, hogy a kulacsból Árpád ivókürtjébe vizet töltött. Érdekes egy külföldi adat, a müncheni kódexnek a tudósítása, hogy amikor IV. Béla meghalt, akkor az egyik leánya, Anna, macsói hercegnő, a király halála után kifosztotta az Árpádok kincstárát, a magyar királyi kincstárt, és Prágába vitte ottakárhoz a magyar királyi kincseket, és itten említenek egy ékköves csészét, két koronát, jogart, kardot, széket, nyakláncokat, korsókat és más apró kincseket. Ráadásul az ékköves csészéről hozzáteszi a müncheni krónika, hogy ez Attiláé volt, hun királyé volt, hiszen azóta az Árpádok gyűjtik ezeket a kincseket. A kard, amit elvitt magával, azt pontosan tudjuk, hogy Szent István királyunknak a kardja volt, amit azóta és Prágában őriznek. Hogy most szabadon látható vagy nem látható, azt nem tudom. Egy ideig a Szent Vid székesegyház alaksorába volt kiállítva, hogy most pontosan hol van, nem tudom. Azt a kardot a történelem során egyszer visszakerült Magyarországra, aztán II. József vitette el megint Prágába. A müncheni kódexnek a tudósítását megerősíti egy szintén nyugati forrás, Continuatio Vindobonensis, tehát egy bécsi írott forrás, amely 1267 és 1327 között keletkezett, hogy a cseh király megígérte, hogy visszaadja magyar királynak egy igen drága edényt, amelyet csodás drágakövek díszítettek. Tehát két írott forrás is már megemlíti a drágakövekkel díszített edényt. És hogy ez nem ismeretlen a Sztyeppén, hogy egyszerűen csak ezüstből, vagy aranyból, vagy fából készülnek különböző jó edények, hanem sokszor drágakővel ékesítik. Egyrészt hun korszakból a Szeged nagy széksósi lelet tartalmaz egy erősen megégett kelyhet, ami tulajdonképpen tele van diónyi, illetve félcseresznye szemni lyukakkal. Ezt általában a kisgyerekek, ha nézik, mindig elcsodálkozunk, hát ebből hogy ittak. Hát úgy, hogy ezek a lyukak helye itt voltak az égkövek. Csak azok aztán szétpattantak, áldozati leletbe találták ezt, valószínűleg szétpattantak, eltörtek. Néhány esetben nagyon jól tudjuk, hogy a megtalálók feszegették ki és hű alatt értékesítették.
De az, hogy ez égkövekkel volt díszes, ez biztos, és ugyanakkor a Penjikenti freskókon, egy közép-ázsiai freskó, ami türköket és szogdokat ábrázol, több helyen ábrázol lakoma jelenetet, áldozati jelenetet, amiben kelyhet emelnek föl, és színes kövekkel van ékesítve, de freskón láthatóak ezek a színes kövek, tehát valóban létezett ilyen kehely. Hogy az Árpád-házi királyok alatt milyen fontos volt, és valóban ezeknek a kelyheknek, csanakoknak mágikus erőt tulajdonítottak, olvashatjuk Szent László király szenté avatási jegyzőkönyvében is, az Acta Sanctorumban 6 csodát írnak le Szent Lászlóval kapcsolatban. Az egyik az ezüst ivócsészéről szól, valószínűleg az egy honfoglaláskor ivócsésze lehetett valamilyen ilyen alakú. Csanak vagy csésze. És a következőt jegyzik fel. Volt egy katona, akinek az őse a kegyes királytól, Szent Istvántól kapott egy ezüst csészét, egy nagyon régi csészét, ami az Árpádok kincstárában volt. Egyszer megszorulván a katona egy gazdag ispánnál elzálogosította ezt az ezüst csészét, ezüst csanakot, aki azonban meg szerette volna tartani magának, és amikor a katona ki akarta váltani, akkor megvádolta, hogy ez soha nem is volt az a katonáé, hanem az az ezüst csésze az övé. És ekkor Szent László sírjához ment a katona, illetve a kanonokhoz fordult, hogy Isten ítélet döntse el, hogy kinek van igaza. És az Acta Sanctorumban olvashatjuk, hogy a csaló ispán, ahogy jobb kezét rátette Szent László sírjára, abban a pillanatban eszméletét vesztve vágódott el, míg a katona bátran rátette a kezét Szent László sírjára, elmondta az esküt, hogy valóban övé az az ezüst csésze, és elzálogosította, és most szeretné visszaváltani. Tehát az Isten ítélet az igaz ember számára döntött. Nagyon érdekes, hogy a magyar Anjou legendáriumban az utolsó két képen látható ez a jelenet. Mi a magyar Anjou legendárium? A magyar Anjou legendárium 14. század közepén készült, első Károly, népszerű nevén Károly Róbert idejében készült, a magyar trónörökös számára. Ez legendákat beszél el, általában árpádházi szentek és néhány közös európai szentnek a legendáját, nagyon szép színes miniatűr képekkel ékesítve. Jelenleg a Vatikánban van, azért is mondják vatikáni legendáriumnak, magyar Anjou legendáriumnak. Lényeg az, hogy a két utolsó képén látható ez a jelenet, az Isten ítélet jelenet a ezüst csanakért, ezüst csészéért Szent László sírjánál. Hogy maga milyen jelentőséggel bírt maga a kehely, nem egyszerűen csak mint tárgy, hanem az egész köré az eszmeiség, a jelképes, az átvitt értelme is. Egy 1192 körül keletkezett Szent László himnusz, égi kegynek edényének nevezi a királyt, és egy 14. századi Szent László himnusz pedig Szentléleknek tiszta edénye, Szűz Mária választott vitézének nevezi Szent László királyt. Tehát égi kegy edénye, Szentléleknek tiszta edénye. Hogy a csanak, a csésze nem csak a középkori magyaroknál jelentett egy tartalmazott egy különleges jelentést, jelentette egy különleges fontosságot, azt megnézhetjük, mert láthatjuk már a szkítáknál. Tudnélik, mind a kúl obai szkíta vereten, mind pedig egy ismeretlen lelőhelyről előkerült szkíta aranyvereten, nagyjából ez ilyen 4,5x4,5 cm-es aranyveret, a következő jelenet látható, jelenleg Szentpéterváron az Ermitásban őrzik. Következő jelenet látható, egy csukját viselő, királynői ruhában ülő nő, trónszéken ül, nem is akármilyen széken, hanem trónszéken ül, egyik kezében, bal kezében tükör van, jobb kezében pedig egy ivókürtöt nyújt át egy szkíta harcosnak, és a szkíta harcosnak a bal kezében viszont van egy emberfejre emlékeztető valami. Ezen a vereten nem lehet pontosan kivenni, hogy emberfeje vagy nem, de van más lelet, ahol nagyon pontosan ki lehet venni, hogy a bal kézben levágott emberfejet tart a szkíta harcos.
És többen, több kutató úgy gondolja, hogy ez Tabiti szkíta istennő, aki a hatalmat adja át a szkíta királynak, és a hatalom átadása, a hatalom felruházása ugyanakkor avval is jár, hogy egy kürtöt, egy ivókürtöt átnyújt neki, amit a szkíta király kiívott, megitta belőle. Ugyancsak az Ermitásban látható egy hasonló aranyveret, ami viszont két nőt ábrázol királynői ruhába, az egyiknek egy nagyon érdekes, mint hogyha szárnyai lenne, egy panyókára vetett rövid mentécskéje is van, és két előkelő nő, egyikénél mindkét kezében két poharat láthatunk, ezek kissé hengertestű, hosszúkás hengertestű poharak, amint éppen a másik felé nyújtja, hát most mind a kettőt, vagy az egyiket, valószínűleg csak az egyiket, de a másik nő felé nyújt két, ennél hosszúkásabb. Tehát hosszúkásabb, kissé bitronkonikus forma, de nyújtja át a másik nőnek ezt a kelyhet. A szolohai kurgánban, a kelet-európai lelet, egy híres kurgán, nem csak ábrázolásokon láthatjuk ezeket, hanem a régészek föltárták a tárgyakat is. Van egy ivókürt, egy nemes fémből készült ivókürt, és van egy pohár. Van egy hosszúkás, kissé bitronkonikus pohár, aminek azonban egy füle is van, tehát hogyha valaki éppen kupának akarja elnevezni, akkor akár annak is nevezhetjük, és ezek már leletek, amit a múzeumban őriznek napjainkig. Ami azonban nagy számmal kerül elő a szkíta sírokból, szinte kizárólag aranyból készülnek, és nem is akármilyen minőségű, hanem 24 karátos aranyból, azok az ivókürtök. Nagyságban általában ekkorák. Ami jellegzetes a szkíta ivókürtöknek, hogy a végén, tehát ezen a részen nem egy egyszerű kupak zárja az ivókürtöt, az arany ivókürtöt, hanem mindig nagy macska ragadozó fejek. Tehát lehet az oroszlán fej, lehet tigris fej, lehet párduc fej, de minden esetben nagy macska ragadozónak a feje van az ivókürt végén. Nagyon híres például a Maikopi arany ivókürt, ami oroszlán fejben végződik, de az Uljap negyedik kurgán ivókürtje, ami szintén egy szkíta királyi, vagy legalábbis nagyon magas rangú vezéri sírból került elő, az egy párduc fejben végződik. Csanakot vagy poharat találtak azonban a Szoboléva Mogila kurgánban, méghozzá ezüstből készült ivócsanakot, vagy mások azt mondják, hogy poharat, amin nagymacskák küzdelmét látjuk. El kell képzelni, hogy így, ahogy van itt körbe, domborítva van, nagy macskák verekednek egymással, akinek van macskája, nagyon jól tudja, amikor egy kis oldalról ráugrít, és a két első mancsával lepróbálja szorítani a megtámadott macskát, hogy aztán a nyakába harapjon. Ezeket nagyon élethűen ábrázolják ezen a Szoboléva Mogilai szkíta poháron, csanakon. Említettem már a Kul Obai lemezt, ahol Tabit istennőt ábrázolják, hogy átnyújtja az ivókürtöt a szkíta király. A Kul Obai kurgánban, fejedelmi vagy királyi kurgánban egy hármas sír van. Egy király, egy királynő és egy lovásznak a sírját tartalmazza ez a kurgán. Na most érdekes, ráadásul a királynőnek a csontváza, hiszen mind a két kezében teste előtt egy ivócsanakot, ivópoharat tart. Tehát úgy temették el, hogy fogja. Hogy mennyire jellemző ez a testtartás, mert említettem a türk és szkíta szobrokat, türk és kun szobrokat, nagyjából 1300-at ismerünk, legtöbbje orosz múzeumban van, néhány amerikai múzeumban van, így vagy úgy, de kikerültek a tengeren túlra, biztos nem saját akaratukból mentek. De legtöbbje orosz múzeumokban van, és ezeknél ezt a jellegzetes testtartást, a két kézzel való fogást megnézhetjük ezeken a szobrokon is, csak úgy, ahogy két kezével tartotta a szkíta királynő ebben a sírban. Ha már a fogásról van szó, ezek a testtartások, valószínűleg rituális testtartások, viszont nagyon sokfélét ismerünk. Van, amikor három vagy két ujjal csak így fogják. Mindig maguk előtt van, tehát nagyjából mindig a köldökük előtt van.
Tehát van olyan ábrázolás, hogy két vagy három ujjával fogja, jobb kezével. Van olyan ábrázolás, hogy alulról fogják, hogyha fül nélkülit, akkor a tenyerébe tartja, de mindig maga előtt fogja, tehát mindig a köldökük előtt van, de így. Tehát tenyerébe tartja így. Van olyan, hogy oldalról fog rá, így. Az oldalról fogás nagyon sokszor két kézzel történik, akkor így. Valószínűleg vannak fülesedények, ez főleg a kúnoknál fordul elő, amikor két oldalt fogják meg, két füle lehet, mert az ábrázolásnál nem látszik, hogy az ujjak rákulcsolódnak az edénynek a testére, így. Van úgy, amikor a hosszú nyéllel ellátott kelyhet csak az új begyeivel fog, új begyükkel fogják így. Van, amikor ugyanezt a tenyerükre teszik így. És az előbb felsorolt különböző testtartásoknak megvan a kétkezes változata is. Tehát van, amikor a füllel mutattam, hogy két kézzel fogják, így, így, így. Tehát ugye ennek a kétkezes változata is mind megtalálható. Körülbelül 1300-at ismerünk, úgyhogy nem megyek bele, nagyon unalmas lenne ennek a egyenként ismertetése. Ezek a főbb fogásokat mutattam, és mondom, ezeknek a kétkezes változata is megvan. Egyedül egy helyen vettem észre azt, hogy bal kézzel fogják, ezek a Penzsikenti freskókon. A többi esetben mindig jobb kézzel fogják a kelyhet, vagy a csarakot, vagy az ivópoharat. Egyedül a Penzsikenti freskókon, és talán az egyik kizili freskon, egy ujgur freskon fogják bal kézzel. És általában az cseppén, ezt nagyon jól tudjuk, hogy bal kézzel átvenni az ételt, illetve bal kézzel átvenni a kínált kelyhet nagyon nagy illetlenségnek számít. Aki járt esetleg muzulmán területen, az nagyon jól tudja, hogy amikor az ebédet, az ételt kitálalják, bal kézzel belenyúlni olyan szörnyű illetlenség, minthogyha nálunk Magyarországon valaki ugye meghívnák ebédre, fején hagyná a kalapot, úgy megy be a házba, és kesztyűvel kezdenek kezet fogni a házigazdával, és kesztyűvel enni. Ezt ennyire illetlennek számít az, hogy a muzulmán vidéken, ha bal kézzel nyúlnak a tálba, de ugyanúgy a mongoloknál is, a sztyeppén is, bal kézzel benyúlni a közös tálba, ez nagyon nagyfokú illetlenség. Muszlimoknál nagyon jól tudjuk, hogy miért, tudja valaki? Feneküket mindig bal kézzel törlik. Tehát ahol a kézzel, még ha meg is mossa, ahol a kézzel tálba nyúlni, közös tálba nyúlni, szóval megbocsáthatatlan illetlenség és bűn. No, visszatérve két esetben, Bezekliknél, Penzsikentnél, és egy, talán egy kizili ujgur freskón nyúl fogják bal kézzel a kelyhet, és vagy a festő tévedett, vagy esetleg horribile dictu balkezes volt, akit festettek. Nem tudom. Akkor is jobb kézzel kellene mutatni a nyúljon, de ilyen létezik. Ha tovább a szkítáknak a leleteit nézzük, akkor nagyon szép, nagyon plasztikus a kelermeszi sírban talált kicsiny aranycsanak, ez egy nagyon lapos, tehát ilyen szerű, és vízimadarak vannak körbe domborítva, de nagyon kedves ábrázolás. És egyetlen fülest ismerünk, a makojevkai leletet, ahol szintén egy ezüstből domborított, kissé hasas, lefelé kigömbölyödő hasas testű ezüst sanakot tártak föl, aminek viszont egy vaskos erős füle van. Szintén szkíta az alexandropoli vagy kupa, vagy csanak. És miért mondom, hogy vagy-vagy? Tudnélik, nem maradt meg csak ez a része, fül nélkül, kicsit laposabb, mint ez, de az alján mintha látható lenne forrasztásnak a nyoma. Tehát lehetséges, hogy annak nyele volt, annak talpa volt, viszont itt az Alexandropolin láthatjuk a harcos, aki fogja a levágott ellenségnek a fejét. Említettem már, hogy amikor Tabit istennő átnyújtja az ivókürtöt a szkítának, a hatalmat átadja neki, mintha a másik kezébe a szkíta királynak egy levágott fej lenne, de nem lehet jól kivenni, sérült. Na, ezen viszont az Alexandropolin, ezen tisztán kivehető a levágott fej.
Méghozzá az ábrázolás két harcost mutat be nekünk. Egy picit, hogyha valaki segítem. Közösen fognak egy lándzsát, és a bal kezükben van egy, jó, szembenéznek, és a bal kezükben van egy levágott fej. Ellenség. Miért mondom ezt, hogy a közösen fogják a lándzsát? Nem a levágott fejnél, fejen van a hangsúly, hanem az, hogy ketten fogják a lándzsát. Tudnélik, talán a legismertebb, egyik legismertebb szkíta ábrázolás, a szolohai aranyveret, amin két szkíta egymás mellett térdel, és közösen fogják az ivókürtöt. Egy jó barátomnak a könyvének a fedőlapján ez látható. Tibor könyvén ez látható. Közösen ez két szkíta emeli a kürtöt, és igen buta módon 70-es években azt adta neki egy Szovjetunió beli kutató, hogy ivócimborák. Ivócimborák. Még sok könyvben így olvasható ez, hogy ivócimborák. Ugye térdelnek, tehát már jócskán ugye megintás az adagot. Itt azt tudjuk nagyon jól, hogy hogy lehet bizonyos szent dolgokból is közönséges dolgot csinálni. Kommunizmus alatt épp elég megtapasztalhattuk ezt. Egyáltalán nem ivócimborákról van itt szó, itt valószínűleg egy testvéri fogadás, vérszerződés, tehát annál sokkal több, mint egy közönséges ivás. Karagojdás leletben egy szkíta fejedelemnőnek, királynőnek a sírját tárták föl. Ez a Karagojdáson. Azért érdekes, mert a lelet egyik fő ékessége egy háromszög alakú aranylemez, amit a szkíta királynő a homlokán hordott, tehát egyfajta királynői fejék lehetett, és mit ábrázolnak rajta? Egy trónszéken ülő, hosszú ruhába öltözött királynő vagy istennő, és egy ivókürtöt ad át egy mellette levő álló szkíta harcosnak, a jobbján viszont hosszú ruhába öltözött előkelő szkíta nők vannak, és ők is egy-egy ivóedényt tartanak. Tehát a már említett jelenetet még egyszer megerősíti ez a dombormű, csodálatos trónszéken ül, csodálatos ruhája van. Hát a domborításokon is észrevehetjük a pici-pici, hogy ez a ruha, amit viselt a valaha élt királynő, nagyon díszes lehetett. Hogyha ugrunk néhány száz évet, és a hun korszakra jutunk el, akkor elmondhatjuk, hogy a hun korszakban is a különböző ivócsanakok, kürtök, kelyhek, nagy szerepet töltöttek be. Aktöbe belső Ázsiában van, és az aktöbei sírban feltártak egy fából készült, hasasabb edény, kissé fazékszerű, de mellette van viszont egy fából készült csanak, nincsenek ugyan fülei, ennél mélyebb, viszont, ami jellemző aztán a hunokra mindvégig, három arany veret van, rászegecselve, szimmetrikusan, a fa ivó csészére, fa ivó csanakra. Szeged Nagyszéksóson talált ivó csanakok közül kettő fa ivó csanak lehetett, nem csak az egyiken három fül van, a másikon hat aranyfül, hanem az egyiknek az alján is volt egy napraforgóra emlékeztető veret, napraforgó virágra emlékeztető veret, pontosan a hajdani fa ivócsésze ivócsanaknak az alján. És már említettem a hunoknál a nagyszéksósi híres kelyhet, ami elektronból készült, és úgymond lukas, tehát ahol lehettek ezek a drága kövek. Hasonlót a dzsamatogái keleti sírban is feltártak, de ez cserépből készült. Tehát az edénynek az alakja hasonló, viszont maga ez az ivó kehely, ez az ivó edény cserépből készült. Nagyon sokat találunk az avaroknál. Itt aztán az ivócsanakok, ivókürtök, csészék, szilkéknek szinte az összes változatát megtaláljuk. Ki ne ismerné a Nagyszent Miklósi kincset? 23 aranytárgyat tartalmaz, 1799-ben találták, jelenleg Bécsben látható. És László Gyula véleménye szerint ebben a kincs az európai sztyeppe bármelyik pontján keletkezhetett, mintakincse alapján.
és formái alapján azonban a késő avar, azaz griffes indás avar, a bolgár vagy Álmos és Árpád magyarjainak a hagyatékához köthető. Garam Éva véleménye szerint az állatfej alakú lószerszám díszeknek a forma és mintakincs világa köszön vissza a Nagyszent Miklósi kincsnek a motivumain. És Bóna István szerint pedig a Nagyszent Miklósi kincs a késő avar kultúra, művészet és mitológia páratlan emlékét őrizte meg számunkra. Tény az, hogy a Nagyszent Miklósi kincsben van hosszú aranyból készült ivókürt. Van kissé tronkonikus alakú pohár. Van nagyon lapos, hosszú nyelű szilke. Vannak kicsi csattal ellátott csanakok, vannak talpas kelyhek, és talán a legismertebb a bikafejű csésze, aminek a formája, hát ilyen szerű, de egy bikafej visszahajlik fülgyanán, minthogyha inna a csészéből, a csanakból. És van egyedény, amelyik nem kör alakú, az alaprajza nem kör, hanem hosszúkás. Hosszúkás, és mint egy kagylóra emlékeztet, a domborítása körben kicsit kagylószerű, az övemről lecsatolom. Tehát így kell elképzelni, ugye, mint hogy egy kagylónak ezek a kidomborodó részei körbe így van. És itt van a csat. De nem csak a Nagyszent Miklósi kincs tartalmaz nemesfém edényeket az avart korból, hanem a búcsai fejedelemnek, vagy kagánnak, erről a szakirodalom megoszlik, valaki csak fejedelemnek, valaki kagánnak nevezi, sírjából előkerült egy gyönyörűen domborított, bordázott aranykehely és arany ivókürt. A nagyon híres Kunbábonyi leletben is előfordul ivókürt, és Mezőszilas Tóthi pusztán, ami hát korszakban kicsit később követi az előbb említett kettőt, előkerült ivó csésze, ivó kürt és talpas kehely. Tehát az avar korszakban a Kárpát-medencében a sztyeppi nomád, csanakok, kelyhek, csészék, ivókürtök szinte összes típusa megtalálható. És hogyha tovább korszakban közeledünk fölfelé napjainkhoz, az Árpád-Álmos előtti és Árpád-Álmos alatti időszakból ismerünk magyar ivócsészéket, csanakokat. A sterlitam, aki kelet-európai, füllel ellátott hosszúkás csészét, mintha ha ennek lenne egy kis talpa, akkor ez szinte pontosan olyan lenne, mint a sterlitam, aki. Tehát úgy kell elképzelni, mintha ennek ráforrasztanám ezt a részt. Tehát kelet-európai lelet, sterlitamaki lelet, gyönyörű levélcsokrokkal van díszítve körbe, és újtámaszos füle van. Ugyancsak magyarnak tulajdonítják az ókori Tomi vagy Tomis, jelenlegi neve Konstanca, a Fekete-tengernek az északi partján van, Dobrudzsában, Romániában található, lapos ezüst csanakot, ami nagyon hasonlít a kétpóihoz, a kárpát-medencei honfoglaló kétpói ivócsanakhoz. A Kárpát-medencén belül talán a leghíresebb magyar ivócsanak a zempléni ivócsanak, amelynek a díszítése a sterlitamakihoz nagyon hasonlít, levélcsokrok vannak körbe, csodálatosan kiponcolva, kivésve, és újtámaszos füle van, kicsi kör alakú füle van, újtámasszal ellátva. Ez az újtámasz. Tehát van ez a karika, és fent van ez a lapos újtámasz. Ezt hívjuk újtámasznak. Ezt most körbeviszem. Pontos másolat. Ez az újtámasz fent, hogy a hüvelyik ujjat rá lehet tenni.
maga a mérete 9,8 cm az átmérő, és 6,3 cm magas. Lapos a Tomiszihoz, a Konstancaihoz hasonló, a két új honfoglaló ezüstcsésze, Jász-Nagykun Szolnok megyében találták, szintén új támasza van füle, ami azóta letört, tehát ma már az nincsen meg, de ennek jól látható a forrasztásnak a nyoma, és egy picit kitört maga a csanak falából is egy darabka, mint egy kukoricaszennyi rész, ki is tört ott, ahol volt a forrasztás, és szintén gyönyörű poncolt vésett levélcsokor díszíti körbe. A gégényi ezüstcsésze a maga nemében páratlan, és sok szempontból talányos. Szabolcs megyében találták ezt a gégényi ezüstcsészét a két világháború között, méghozzá a Monok dombnak a tetején, amikor termeltek ki onnan földet. És a dombnak a tetején nem túlzottan nagy mélységbe találtak egy lapos, díszítetlen ezüstcsészét, amelybe azonban három darab szűgy előveret volt, aranyozott ezüst szűgy előveret volt, és 7 darab aranyozott ezüst kantárvelet. A lapos ezüst csanaknak az alján pedig karcok voltak, és több kutató szerint ezek a táltos hiedelemvilághoz köthetők, ezek a bekarcolt motivumok, bekarcolt figurák, mindenféleképpen valószínűleg egy áldozott domb lehetett ez a monokdomb, hiszen nem sírból került elő, és ez nem is kincslelet. Kincsleletnek túl szegény. Környéken hitelesítő ásatásokat végeztek aztán, tehát nem került elő sehol sír, sem egy, sem több, tehát nem temető, nem sírlelet, és semmi más nem került elő a környéken, tehát más elrejtett kincs, még bolygatott, feldúlt állapotban sem, pusztán a domb tetejére beásott, nagyon kis, 30-40 centi mélyen volt, és maga az, hogy három szűgyelő és 7 darab kantárveret, ugye a táltos hiedelem világban mind a három, mind a 7, az egy mitikus szám, egy szent szám, tehát megerősíti, hogy ez a gégényi monoktomb talán az egyedüli bizonyos áldozó domb, amit köthetünk a honfoglaló magyarokhoz. Azt erősíti meg az a tény is, hogy az Urál vidéken, a Szentligetekben több helyen találtak szintén ilyen tányérokat, csanakokat, tálakat, vagy felakasztva fára, tehát éprajzi adatok vannak, vagy pedig eltemetve, és általában 3 és 7 veret, 3 és 7 apró ezüstágy, aranyozott ezüstágy volt ezeken a helyeken is. És ezekről viszont pontosan tudjuk, hogy Szent Ligetekben áldozati helyen vannak. A 20. század elején is még feljegyeztek ilyet. Tehát néprajzi adatok szerint még a 20. század elején is volt ilyen. Magáról a csanakról, mint elnevezés. Általában napjainkban, mondom a szakirodalom, csanaknak a lapos csészét, vagy fül nélkül, vagy füllel ellátott csészét nevezi csanaknak. Az első írott formában 1235-ben jelenik meg, így hogy csanak, magyarul, személynévként. 1367-ből viszont köznévként jelenik meg, közös főnévként jelenik meg, ezüst kehely, amelyet közönségesen csanaknak hívnak. Unum cifum argentum vulgo csanak dictum. Tehát latin a szöveg, de a csanak az magyarul van. Tehát unum cifum argentum vulgo csanak dictum. CH-val írja, csanak. Tehát biztos, hogy csanak a kiejtése is. Tehát ezüst kehely, amelyet közönségesen csanaknak hívnak. Tehát ez Árpád korban bizonyosan használták a csanakot, ivóedényként, lapos csészeként, stb. Kunnyelven szó szerint csésze. Az oroszok használják fatál értelemben is. Az oszmán törökben csanak közönségesen ivóedényt jelent. Karakalpak nyelven csésze, és az özbek nyelvben cseréptál. És köszönettel tartozom Hasan Hasanov azeri nagykövetnek, aki éveken keresztül konferenciát szervezett
a sztyeppei nomád népekről, és ő minket rokonoknak tartott. Sajnos miután áthelyezték máshova, ezek a konferenciák nem folytatottak a nagykövetségen. Ő egyik előadásában ismertette, hogy a csanak több oguz török nyelven áldozatot jelent, és ezt viszont más néprajzi adatok is megerősítik. Magyarországon helynévként is ismerünk az Árpád korban már csanak nevű településeket. Békésből, Csongrádból, Győr környékéről, a Balaton mellékéről és Szabolcs-Szatmár megyéből. Egyet bizonyára mindenki ismer, Ménfőcsanak. Ménfőcsanak. Ménfőcsanak három településből keletkezett, középkorban még három volt. Az egyik volt Ménfő, a másik volt Csanak, és a harmadik volt Csanakdom. Tehát a középkorban három volt, és ebből keletkezett aztán a legutóbbi időkben Ménfőcsanak. A csanakokról szóló részt talán aval fejezném be, kezdődik a kardkultusz, a kardokról szóló rész, hogy a csészének, a csanaknak az égi eredetét, ennek a fontosságát maga Hérodotosz is leírta, amikor Targitaosz Kita királynak van három fia, Lipoxaisz, Arpoxaisz és Kolapszaisz, tehát a görögös formát mondom, nem tudom, hogy ezt kiták hogy ejtették ki, és hár aranyeszközök hullnak alá az égből, méghozzá egy eke és járom, egy aranyekes aranyjárom, egy aranybárd és egy arany csésze. És aki viszont a csészét fogja meg a fiúk közül, azok lesznek a királyi szkíták. Tehát mindenféleképpen valahogy a hatalomhoz fűződik, valahogy az égből származó, Istentől származó hatalomhoz fűződik a csanak, ahogy a előadásom elején említettem, a Tabit istennő átadja az ivókürtöt a szkíta királynak, vagyis átruházza a hatalmat, ami nem csak egyszerűen egy földi hatalom, hanem egyben egy szakralitás is. Csanakokkal kapcsolatban még egy érdekes tárgyat mutatok. Egyhozzá ezt. Az eurázsiai sztyeppén nagyon elterjedt tárgy. Nem kell arra gondolni, hogy hívom, akkor két díjan lesz. Nem arról van szó. Nem lehet attól, nem lehet. Mert az így van, hogy kettős, a csinálás. Nem. Nekem már hívom, akkor két díjan. Ha nem fémből vannak a csanakok, hanem hihetetlen értékes díszkerámia, akkor, hogyha az ember lovagol, ez itt, hogyha hozzá csapódik, vagy a... Nem törik el, a fa sem törik el. De ha esetleg egy nagyon értékes importkerámia, vagy ha már említett féldrágakő, vagy drágakő berakásos, akkor az cseppi nomád nem különségesen az övére köti, hanem kinyitja, belé helyezi, utána zárja, és úgy köti fel az övére, vagy a nyerekkápára, belül nem ezzel van kibérelve, és így alkalomattán az értékes díszkerámia, vagy földrágakő, akárhogy ütődik a nyerekkápához, vagy az övhöz, vagy a szabjához, vagy a kardhoz, nem törik el. Nem törik el, tehát ez arra van. Ez egy nagyon jellegetes cseppi nomád tárgy. Nem tudom, hogy a honfoglalóknak volt-e, de valószínű lehetett. Ugye a föld nem őrzi meg a Kárpát-medencében a szerves anyagot, de nem kizárt, hogy lehetett a honfoglalók. Kirgizek, kazakok, özbekek, mongolok a 20. században használtak.
egyetemi előadásaimon is olyanról beszélek, amit gyakorlatban kipróbáltam. Lovon is, gyalog is. Fegyverről, amiről beszélek, mind megcsinálom. Nem, nem. Na, egy pillanat. Van csanakja, nem kell poharat használjam. Általában az cseppén, a mai napig, hogyha alkoholos italt isznak, a jobb gyűrűsúlyukat bemeltják, és egy cseppet az elhunytak tiszteletére, az ősök tiszteletére a földre cseppettelek. Nagyobb vállalkozás esetén két kézzel megfogják, nap felé fordulnak, jobb gyűrűsúlyukat bemártják. Az első az égben lakozó nagyistennek. A második megnyalja a földön élő embereknek. A harmadik az elhunytak lelkének. Kartkultusz sztyeppei nomádoknál. Nem véletlenül a kettő kapcsolódik, hiszen mind az ábrázolásokon, akár türk kőszobor, akár kún, akár a freskókon, bezeklik, kizil, pendzsikent, és a leírásokban is olvashatjuk az említett Kubilaj meg Berkekán, hogy az övéről függött alá az egy vagy két ivókürt, vagy a csanak. Az övre kötötték fel, ugye a fegyvert is, kardot, szabját is. Ahogy a csanaknak, ivókürtnek is volt egy nem csak gyakorlati jelentősége, hanem jelképes jelentősége, ugyanúgy a kardoknak is. Hérodotosznál olvashatjuk, egész pontosan Hérodotosz 4. könyvében, hogy a szkíták emelnek egy mesterséges dombot, és a halom tetejére egy kardot helyeznek el, ami a hadisten, a hadakura jelképe, és ennek a kardnak marha és ló áldozatokat hoznak időről időre. Megjegyzem, ezek a áldozati kardleletek, illetve mesterséges domboknál mindig a hegyével fölfele van beásva. Ez soha nem a hegyen lefelé helyezik be, mindig a hegyével fölfele, és teljesen ismert az is, hiszen, hogyha az Attila legendára gondolunk, a hadakura kardjára, a hadisten kardjára, azt is hogy találják meg? A kicsi pásztorgyerek észreveszi, hogy kedvenc üszőjének vérzik a lába, mert belelépett a földből kiálló kard hegyébe. Tehát nem hegyen lefelé vannak, hegyen fölfelé vannak. Tehát Hérodotosz 4. könyvében olvasható legelőször az, hogy a kardnak egyfajta kultikus jelentősége is van. Szkíták sírjaiban nem csak rövid kardokat találunk, nem csak rövid kardokat ismerünk, hanem ismerünk Krisztus előtt 6.-4. századból már hosszú kardokat is, és valószínűleg a székelyföldi aldobói egy ilyen áldozati kard lehetett, hiszen mellette nem volt sír. Az Iszik-kurgán úgynevezett aranyemberének a hosszú kardja, és a tagiszkeni harcosnak a hosszú kardja sírból került elő. A székelyföld aldobói, ez három szék, ott viszont külön került elő egy kard. Ehhez hasonló. Ennél szebb, tehát művészi kidolgozású a keresztfasa, a markolatgombja, tehát ennél hasonló. De miért hangsúlyozom ki, és miért hoztam el? Ez 103 cm,
Az aldobói 118 cm hosszú volt, kétélű, damaszkolt pengéjű, és ahogy ennek is két állatfejbe végződik a keresztvasa, ragadozó állatfejbe, ugyanúgy az aldobóinak is két ragadozó állatfejben végződött a keresztvasa, és szintén állatfej alakú a markolatgomb. Körbe viszem így. Tehát látszik a markolatgomb és a keresztvas két végén az állatfej. Azért hangsúlyozom, mennyire kímez Krisztus előtt 6.-4. század. Szkíták készítenek először hosszú kardot. Ugyanebben az időben, nyugaton meg a mediterránumban maximum 40 cm. Mindhárom hosszú kardnak a pengéje szimmetrikusan keskenyedő és hegyesedő, enyhe pengevájattal ellátva, és két élő. Pengeváj. Pengeváj. Nem, pengevájat. Vércsatorna. Kérdés. Vércsatorna a fegyvereken soha nincs. Az pengevájat. A pengevájat szerepe statikailag a pengei ellenállóbb és könnyebb. Vércsatornát fegyverekre soha nem tesznek. 20. század elején egy barom leírta, és aztán tőle átvette sok mindenki. Harcban nagyon-nagyon rossz lenne, harcos olyat nem csinálna, átszúr valakit, és tartogatja az ellenfél testébe a pengéjét, hogy csordogáljon ki a csatornát. Többször belágnak. Aki valaha pusztakeres harcművészetet tanult, az nagyon jól tudja, hogy utána visszahúzom, nem tartom ott. Ez fegyvernél ugyanígy van. Ha egyszer belé szúrtam, nem tartogatom sem egy percig, sem fél percig, utána rögtön visszahúzom, és vagy támadok tovább, vagy védekezek. A pengevájat, ha kovácsolással alakítják ki, nem kiflexelik, és utána azt hazudják, hogy ez kovácsolt penge. Van olyan? Láttam. Egyszer a csepeli művekben láttam, hogy lézerrel kivoltak vágva egy acéllemezből, és pont akkor flexelték bele. És utána kicsit megütögetik, és eladják, mint kovácsolt penge. De akkor viszont legyengítik. Ha kovácsolással alakítják ki a pengevájatot, akkor könnyebb is lesz, és statikailag viszont ellenállóbb lesz. Gondoljuk el, hogy a sín, a vasúti sín nem tömör, hanem ilyen T betű alakú, és az acélgerendák az építkezésnél is H betű alakúak, vagy különböző idom alakúak, nem teli. Pedig elvileg több anyag lenne, hogyha az teli lenne. Nem, statikailag a pengék erősebbek és könnyebbek. Kardkultuszról az alánoknál is találkozunk már, hiszen Ammianus Marcellinus írja le, hogy náluk nincsen sem templom, sem szentély, csak egy mesztelen kardot a földbe szúrva hadisten jelképeként tisztelnek, és a terület oltalmazójának tartják. Hunok kardkultuszáról egyrészt Piszkosz Rétornál, Jordánesznél is olvashatunk, hiszen ugye maga Attila nagykirály ugye a hadisten kardját találta meg a jól ismert pásztorgyerek történet kapcsán. Az avarok kard tiszteletéről, kardkultuszánál egyrészt Menander protektornál, másrészt Eugárius bizánci történetírónál olvashatunk. 579-ben, amikor Szingidunumot, Nándorfehérvár, mai Belgrád, ostromolták az avarok, akkor a kagányuk kardját kihúzva, igen, avar szokás szerint esküdtett rá. Eugárius pedig, egy későbbi forrás, amikor megkérdezték a hadifoglyoktól, hogy ti kik vagytok, úgy válaszolták, mi avar népség vagyunk, a tűznek, víznek és kardjainknak mutatunk be áldozatot. Talán a legérdekesebb és legteljesebb kard vagy szabja kultusz viszont az úgynevezett Attila kardhoz, ami valójában egy magyar fejedelmi szabja köthető, és a történetét nem is később következtették ki régészek, történészek, hanem Herzfeldi Lambert, ráadásul egy német szerzetes, tehát nem vádolható magyar pártisággal, 1071-ben írta. És azt írta, hogy 1063-ban adták ezt a kardot Nordheimi Ottónak, egész pontosan Anasztázia első András özvegye,
Northeimi Ottónak adja ezt a kardját, mert a kicsi Salamonta kisfiát segítette. És nagyon érdekes ennek a szabjának a sorsa. Northeimi Ottó valami miatt nem szívleli a szabját, átadja Dedi Őrgróf fiának, de azt rögtön megölik. Utána átkerül Henrikhez, császárhoz, ő sem szívleli, gyorsan továbbadja, Merzeburgi Lipótnak, ő meg beleesik a fegyverbe és meghal. Neki egy unokatestvéréhez kerül, azok kellek át egy kompon, elsüllyed a komp, meghal. És ezek után bekerül a császári kincstárba, és 1440-ig, harmadik Frigyes koronázásáig a német-római császár koronázó fegyvere. Pedig a németek számára mind formailag a szabja idegen, az egy magyar fegyver, és a jelképek a díszítése is a németek számára idegen, hiszen a pengéjén két sárkány látható. A markolata, markolatgombja, hüvelye pedig nagyon tiszta, indás, levélcsokros, honfoglaló magyar típusú díszítés. Hasonló motivumokat látunk a geszterédi, a tarcali, a rakamazi honfogláskori szabjákon, és a pengevájaknak a berakás típusa és a megmunkálás módja az aszódi és a budapest-szentlőrinci honfogláskori szabjákhoz hasonlít. Miért hangsúlyoztam ezt egy picit talán ki? Egyrészt régészeti ártalom, régész vagyok, a másik, tudnék ezt a szabját. Jelenleg úgy írják ki Bécsben, hogy Nagy Károly kardja. Nyugati szakirodalomban leírják ezt rusznak, kabarnak, arabnak, Nagy Károly kardjaként, a becsületesebbje kisbetűvel azt írja, hogy magyar. Mellé kiírja, hogy magyar. Ez egy honfoglaló magyar fejedelmi szabja. Nem megyek bele tovább pici részletekbe, csak azért mondtam, geszterét, tarccal, rakamaz, aszót, Budapest, Szentlőrinc párhuzamok, nem csak mintakincs, hanem megmunkálási mód alapján. Tehát például, hogy van az arany az acéllal összefődolgozva. Ezt a szabját, ami a német-római császárok koronázó szabjája volt 1440-ig, harmadik Frigyes koronázásáig, 1794-ben Aachenben őrizték, mint koronázási jelvény, és 1801-ben aztán Bécsbe viszik, ott átszerelik, három külön abroncsot tesznek rá, és jelenleg szintén Bécsben látható. Hogy a középkori magyaroknál nem csak fegyverként volt jelen, ismerős a várkonyi jelenet, amikor ugye Bélát behívja András, és mondja válasz, korona vagy kard, tehát kard, mint jelkép. Ismerjük azt, hogy a véres kard körülhordozása ugye hadba hívást jelentett. Az erdélyi fejedelmek beiktatásánál pedig a török szultán süveget küldött, buzogányt, szabját és kaftánt. Süveg korona helyett, buzogány jogar helyett, szabja ugye kard, illetve korábban szabja helyett, és kaftán ugye palást helyett. A magyar király koronázásakor, és még ezt a Habsburgok is betartják, 1916-ig, tehát Károly koronázásáig megvolt az, hogy a koronázó dombra felment a király, és a négy fő világtáj felé, fel és le megtette a vágásokat, jelezvén, hogy az országot, a hazát evel védelmezni fogja, védelmezni kész. Hasonló párhuzamokat viszont találunk a török szultán koronázásakor, El-Eyüp dzsámiáikkel ellovagoljon a szultáni palotából, a Topkapu szerájból, és amikor felövezik El-Eyüp kardjával, akkor lesz törvényes a szultán. A mongoloknál Kubilaj, Cselgütej, Karkaj Sztorkán és Kaszár egyúttal a kardhordozó címet is viseli. A képes kronika címlapján pedig láthatjuk Lajos királyt, egyik oldalán három páncélos vitéz, négy, másik oldalon négy keleti ruhás előkelő, az egyik egy szabját fog, a másik egy íjat, a harmadik egy buzogányt, mint hatalom jelképeit. Mameluk szultánoknál szintén ugyanezt az ábrázolást láthatjuk. Egy középkori perzsa kézirat pedig azt írja, hogy a harcos rendelkezhet mindenféle fegyverrel, de ha nincs szabjája, akkor elégtelen a fegyverzete, ha csupán szabjája van, akkor ez már elég. És idő szűke miatt, hiszen igyekszem betartani a időkeretemet, két érdekes párhuzamot hozok, ami keleti, és utána három lelőhelyet, ami magyar.
Egy koreai 9. századi krónika úgy számol be a Szülla állam megalapításáról, hogy volt egy ősi kardjuk. Ha leszállt a kard, leszállt a köd, a kard varázsigét mormolt, és elkezdődött a varázslat. A Rajput esküvő északnyugat Indiába pedig úgy fejeződik be, hogy a mennyasszony, aki már feleség, kirántja a férjének a kardját, illetve szabjáját, és a tűzhely mellé áll, és felmutatja mindenkinek, hogy pont úgy kész megvédelmezni a tűzhelyt, akárcsak a férje. És hogy nem csak a legendákban vannak földből kinövő kardok, szabják, néhány magyarországi lelőhelyt mondok. Szojván, Lehoczky Tivadar, amikor föltárta a szojvai honfogláskori sírt, először a domb tetején egy fölbeszúrt kardot talált, pontosabban szabját talált, ő kardnak írja, de szabja volt fölfelé. Székelykeresztúron, a Csókás nevű domnak a tetején, 1952-ben egy pásztor talált egy hegyével felfelé álló kardot. A tordai hasadékban, túri hasadékban, a Kőbérc nevű sziklacsúcson, egy 71 cm hosszúságú, a Domos nevű sziklán találtak egy 71 cm hosszúságú szkíta kardot. A Pávai erdőben egy 14-15. Századi kardot találtak a hegy csúcsán, hegyével földfelé. A Bodzai hegyekben a Manicsel nevű hegykúpon egy 13-14. Századi kardot találtak hegyével fölfelé. És legutoljára, mármint időben hozzánk, 1995. április 5-én Nyíregyháza Rozsét szőlő 25. régészeti lelőhelyen pedig feltártak egy kicsiny dombocskán egy kővel kirakott hegyel fölfelé álló kisméretű kardot. Tehát a földből kinövő kard és ennek a kultikus jelentősége nem csak legendákban, mondákban maradt meg, hanem nagyon sok esetben konkrét régészeti tény. Köszönöm a figyelmet!